Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Hamarosan becsöngetnek az iskolákban, tanárhiány okozhat gondokat. Borturizmus 2020, kihívás elé állítja a pincészeteket az idei év. Megemelt képviselői tiszteletdíjak Szekszárdon, a helyi városvédők elnöke szerint felháborító a jelenség. A se bonyhát kosaras megállapodás, összefogtak a tehetségekért. Hamarosan megkezdődik a 2020-2021-es tanév, az iskolakezdés azonban több helyen zökkenőkkel indul a tanárhiány miatt. Tolna megyében is számos intézménybe keresnek különböző szakos pedagógusokat, és egyelőre nem minden állást sikerült betölteni. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja azt mondja, ez országos probléma, ami mögött az áll, hogy sokan mennek nyugdíjba, és akadozik az utánpótlás. A tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban jelenleg nincs pedagógus hiány. Kerestek és találtak például német szakos tanárt, és a megüresedett álláshelyekre is volt alkalmas jelentkező, mondja Novotné Bán Erzsébet igazgató. Nem igaz ez az egyházmegye többi oktatási intézményére. Volt a Pécsi Egyházmegye iskoláinak az igazgató értekezlete, és azért néhányan elmondták, hogy keresnek még tanítónő, óvónő, általános iskolai tanár. Tehát azt hiszem, hogy a középiskolában hogy nagyjából rendben van. Inkább az óvónő és a tanítónő még talán nincs meg mindenhol megfelelő számban, de nyilván meg fogják oldani. A legfőbb probléma, hogy sokan mennek nyugdíjba a szakmában, és az utánpótlásuk komoly nehézségeket okoz majd, mondja a tolnai gimnázium vezetője. Ugyanígy probléma van az állami iskolákban is. A közigálláson Tolna megyére keresve több mint 650 állásajánlatot dobott ki a rendszer. Több helyre keresnek általános iskolai tanítót, nyelvszakos tanárt, gyógypedagógust vagy éppen óvodapedagógust. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja azt mondja, a tanárhiány országos probléma, de hogy pontosan mennyi ember hiányzik az oktatási intézményekből, azt nem tudni. Ha a tavalyi adatokkal akarjuk egybevetni az idejéket, akkor az azért fals, mert tavaly még a szakképző intézményekben is meg kellett a közigálláson hirdetni az álláshelyeket. Ebből látjuk, hogy eléggé, hát hogy így mondjam, szomorú a helyzet, 1000-nél egészen biztosan több pedagógus hiányzik, és akkor még nem beszéltünk a megbízási szerződésesekről, tehát akiket óraadóként foglalkoztatnának. Nagy kérdés, hogy miként fogják kezelni az iskolák a tanárok hiányát. Ez óriási probléma amiatt, hogy nem tudják majd rendesen elosztani az óraszámokat, nem tudják kiadni az órákat. És hát már eddig is azt játszották az intézményvezetők, amit sajnos a köznevelési törvény lehetővé tesz, hogy csúcsra járatják a pedagógusokat, mert ugye az álláshelyeket úgy kellene kiszámítani, hogy 22 órával kellene pedagógusonként számolni, de valójában heti 26 órát is elő lehet írni. Addig, amíg nem találnak embert az oktatási intézmények, Nagy Erzsébet szerint eseti helyettesítéssel, vagyis meg nem fizetett túlórákkal próbálják megoldani az ellátatlan órákat. Figyelmeztetést adott ki az operatív törzs a járvány miatt. Továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség, az éberség, az általános higiénés szabályok betartása. Erre figyelmeztet az is, hogy 6. heten nő az aktív fertőzöttek száma, olvasható a koronavírus.gov.hu-n. Az aktív fertőzöttek száma május elején tetőzött, akkor meghaladta a 2000 főt, majd július közepére 500 fő alá csökkent, majd azóta ismét fokozatosan emelkedik, ma eléri a 940 főt. Teljesen átalakítja a járvány a borturizmust a szekszárdi borvidéken. A tavasszal teljesen leálló szektor a nyáron intenzív időszakot él át. Jóval több a vendég a borászatoknál, szállásokon, mint amennyi ilyenkor lenni szokott. Ez azonban nem pótolja a kieső nagy rendezvényeket, mondják az érintettek. Különböző túlélési stratégiát választottak a szekszárdi borászatok vezetői és vendéglátóipari vállalkozások. Terítik az asztalokat a Hotel Merops éttermében. A szálloda igazgatója azt mondja, egészen rendkívüli ez az év a turizmus tekintetében.
Bár a nagy rendezvények elmaradnak idén, ami a borágazatnak és a vendéglátóiparnak sem kedvez, ugyanakkor a nyár óta megerősödő belföldi turizmus bőven ad nekik munkát. Több vendég foglalt náluk szobát és jelentkezett be borkóstolásra, mint tavaly ilyenkor. Ráadásul eddig egy vagy két napot maradtak a szekszárdi szállodában, most pedig három vagy négy napot is itt töltenek a vendégek, és több pincészetet is meglátogatnak a turisták, tette hozzá Mészáros Zsanett. Azt vettük észre, hogy az egyéni turisták, illetve kisebb turista csoportok nagyon szívesen látogatják a borvidékünket, nagyon szeretnek jönni, és igazából június elejétől azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, illetve a borvidékre. A pünkösdi hal és vadünnep után a szekszárdi szüreti napok is elmaradnak idén. Ez pedig igen érzékenyen érinti a helyi pincészeteket. Hiába több a turista, mint amennyi ilyenkor lenni szokott. A nagy rendezvények eladásait ez nem váltja ki. Ezért döntött úgy Mészáros Pál két másik borásszal együtt, hogy megrendez egy kisebb boros rendezvényt azon a hétvégén, amikor a szekszárdi szüreti napokat tartották volna meg. Ezen 300-400 fő tud majd kényelmesen és biztonságosan részt venni. A Fekete Pince egy másik rendezvénysorozathoz csatlakozott, ami szintén szeptember 17-e és 20-a között zajlik a borvidéken. Több szolgáltatással igyekeznek minél több vendéget bevonzani és itt tartani, mondja Fekete Mihály Endre borász. Úgy véli, ez azonban nem pótolja a nagyobb rendezvényeket, és mindent összevetve kihívás elé állítja a borászatokat az idei év. A borturizmus gyakorlatilag leállt, pont abban az időszakban, amikor egy olyan jó vendégáró időszak volt, az kimaradt. Aztán most a nyár egy kicsit más, mint a tavalyi volt, egy kicsit többen jönnek, de hát ez nem pótolja ezt a kimaradt három hónapot. A borászatok vezetői a boros rendezvények megszervezése mellett gőzerővel készülnek a szüretre. Ismét emelkedik az üzemanyagok ára péntektől. A 95-ös benzin ára a hét második felétől várhatóan 5 forinttal 377 forintra emelkedik. A gázolaj ára ugyanakkor már több mint két heten nem változott, és most pénteken sem fog. Továbbra is 378 forint lesz literje. Felháborító, hogy sokkal több tiszteletdíjat kapnak most az éjjel szekszárd vezette közgyűlés tagjai, mint az előző ciklusban. Ezt mondta a helyi városvédők elnöke sajtótájékoztatón. Szabó Balázs szerint ráadásul az is aggályos, hogy a korábbi három bizottság helyett most 5 vesz részt a közgyűlési döntések előkészítésében, ezekben pedig sokkal több külsős tag dolgozik pénzért, mint az előző ciklusban. Példátlan, hogy miközben az éjjel-szekszárd frakció tagjai folyamatosan azt kommunikálják, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, a képviselői tiszteletdíjakat megemelték. Ezt mondja a helyi városvédők elnöke az önkormányzattól kikért adatokra hivatkozva. Szabó Balázs azt állítja, hogy a drasztikus emelések miatt közel kétszer annyit fizet ki most az önkormányzat az éjjel-szekszárd vezette közgyűlés tagjainak, mint 2014 és 2019 között. Mutatjuk ábrán is a változást. Az előző ciklusban a polgármester és az alpolgármester nélkül a város 13 képviselője havonta összesen valamivel több mint 1.973.000 forintot keresett. Az új közgyűlés viszont már havi több mint 3,5 millió forintba kerül a városnak, ezt állítja Szabó Balázs. Ez azt jelenti, hogy évente a korábbi 23.685.000 forint helyett most 42,5 millió forintot költ az önkormányzat a képviselői tiszteletdíjakra. Ehhez jönnek még hozzá a város cégeinek felügyelőbizottsági tagjaként kapott tiszteletdíjak. Bomba Gábor, az éjjel-szekszárd frakció elnöke például 322.000 forintot kap havonta a képviselői munkájáért és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökeként. További 140.000 forint jár neki, amit a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft., valamint az Aliszka Terra felügyelőbizottságának tagjaként kap. Ez összesen havonta 462.000 forintos kiadás jelent a szekszárdi önkormányzatnak. Egy csomó civil szervezetnek, sportklubnak azt mondja az ÉSZ frakció, hogy nincs pénze a városnak. Hát, hogyha nincs pénze a városnak, akkor hogyan tehették meg ezt? És ami még a legmegdöbbentőbb ebben a történetben, hogy ez volt az első lépésük, tehát még költségvetése sem volt a városnak, tehát még azt sem tudták, hogy hogy áll a város anyagilag, amikor ők ezt már megszavazták. Szabó Balázs szerint az is problémás, hogy az éjjel-szekszárd vezette közgyűlés a város korábbi három előkészítő bizottsága helyett 5-öt hozott létre, amiknek a munkájában a korábbinál sokkal több külsős tag vesz részt.
A klientúrájuknak a kifizetése zajlik jelen pillanatban is, mégpedig azzal, hogy a bizottsági helyek, a külsős bizottsági helyeket megemelték, tehát gyakorlatilag létrehoztak 3 bizottságból 5 bizottságot, és ugye ebből a 3 bizottságban volt 8 külsős tag, most jelen pillanatban 15 főre emelték, és itt is emelték a díjakat, 60 ezer forint körüli összegről 80 ezer forint körüli összegre emelték a díjat. Szabó Balázs szerint felháborító, hogy miközben az ilyen szexárt frakció tagjai folyamatosan arról beszélnek, hogy a város polgármestere nem hajlandó velük együttműködni. Ők azok, akik a közgyűlés többségi frakciójaként döntenek a várost érintő ügyekben. A sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen szexárt frakció elnökét is. Szerettük volna megtudni, miért kommunikálja azt ő és a frakciójának több tagja, hogy a város önkormányzatának pénzügyi helyzete nem stabil, miközben a mostani ciklusban sokkal magasabb tiszteletdíjat kapnak a képviselők, mint korábban, valamint a bizottságok munkájában is többen vesznek részt pénzért. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. 4 éve minden nyáron mesterkurzus zajlik a Tolnai Fusz János Zeneiskolában. A képzés egyszerre nyújt tanárnak és diáknak fejlődési lehetőséget, hiszen olyan módszertani lehetőségek kerülnek napvilágra, melyek megkönnyítik a magasabb szintű technikai tudás elsajátítását és megtanítását az egyébként is a zenei pálya iránt fogékony tanulók és tanáraik számára. Próbáld meg kezdeni még egyszer előről. A tehetséggondozás, a zenei pályára nevelés és a szakmai módszertani lehetőségek kiszélesítése a célja a Tolnai Zeneiskolában 4 esztendeje minden évben megrendezésre kerülő kurzusnak. Zsigmondi papépa és tanártársaik olyan gyerekekkel foglalkoznak elsősorban, akik számára életpálya lehet a muzsika. Nyomon tudjuk követni a gyerekeknek a fejlődését, és segítjük őket. Vagy a tanároknak segítünk darabválasztásban, gyerekeknek pedig technikai segítséget tudunk nyújtani, és a zenével neveljük őket itt. Fritz Józsefné intézményvezető azt mondja, a gyerekeken keresztül a tanárok fejlesztése is folyik a kurzus során, hiszen olyan tapasztalatokra tesznek szert, melyek nagyban segítik az oktatói munkát. Amikor egy teljesen más szemléletmódot látunk, amikor a végeredmény felé orientálódva látjuk a képzést, nem csak az apró technikai részleteket próbáljuk meg megtanítani a gyerekeknek, tehát nem az alapképzésről van szó, hanem már egy magasabb szint. Ezerféle technikával, ezerféle metódussal találkozunk szemben, és feltöltődünk, hogy jé, még ezt is lehet. A zeneiskola számos növendéke zenél olyan színvonalon, hogy a muzsikálás magas szintű elsajátítása is a lehetőségek között van. Számukra adhat a kurzus döntő jelentőségű élményt és tudásanyagot. Példaértékű megállapodás született a Tolna megyei férfi kosárlabda fellendítésére az atomerőmű ESE kezdeményezésével. A bonyhádi férfi kosárlabda ESE-vel a napokban megkötött szerződés arról szól, hogy az ASE fúzionál a bonyhádi KSE-vel, így ASE Bonyhád néven szerepel ősztől a csapat. A bonyhádiaktól cserébe azt várják a nagyklubnál, hogy az utánpótlás nevelésük javuljon, még több tehetség kerüljön a látókörükbe. A szűkebb hazai elitbe tartozó atomerőmű ESE férfi kosárlabda szakosztálya, a 4-szeres magyar bajnok és 4-szeres magyar kupa győztes klub vezetése segíteni szeretne a Tolna megyében működő felnőtt csapatot is üzemeltető, kisebb utánpótlás neveléssel foglalkozó kosárlabda kluboknak, amely hosszabb távon nekik is bejöhet. A klub ugyanis hosszabb távú szerződés keretében átad az alacsonyabb osztályú Tolna megyei csapatoknak fiatal játékosokat, akik az NB2-ben vagy éppen az NB1-ben segíteni tudnak Bonyhádon, Dombováron vagy éppen Szekszárdon. Az első ilyen jövőben mutató megállapodás az NB1-s felnőtt csapatot működtető bonyhádi KSE-vel köttetett meg a napokban. Azzal a klubbal, amely eddig is profitált már az ASE junior kosarasaiból NB1-s szereplése során. Erre az új szabályok szerint nincs lehetőség, mármint a játékos átadása, megszűnik ugyanis a téli szent, így ősztől fúzionál a bonyhádi felnőtt csapat az ASE-vel, és ASE Bonyhád ESE néven szerepel majd az NB1-B zöld csoportjában. Az utánpótlás képzés és minden egyéb más megmarad a völgységi városban, sőt az ASE elvárása az, hogy a tehetségkutatás, a korosztályos képzés mennyiség és minőség értelemben jobb legyen,
több élsportra alkalmas kosaras kerüljön fel hozzájuk, vagy maradjon az NB1B-ben. Próbálunk ezt a Tolna megyei kosárlabdát valahogy összefogni, és elkezdeni együttműködni utánpótlás téren, de utána kiderült, hogy akár felnőtt korosztályban is lesz lehetőség együttműködni, mert például már tavaly szerintem hat paksi játékos, paksi fiatal játszott. Az új szerződés lehetővé teszi például, hogy az a 7 kiemelkedő tehetséges U20-as korosztályba tartozó, még fejlődésben levő paksi játékos játszhat akár az ASE nagy csapatában is, ha az edző Branislav Zsunic úgy gondolja, vagy az NB1B-ben szerepel bonyhádi színekben. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Készülnek a hagyományos iskola kezdésre, folyamatos fertőtlenítés lesz a pécsi tankerület iskoláiban. Gyorshajtás, szabálytalan előzések, 10%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma Baranyában. Vásárosdombónak dolgozik a NAP, 200 háztartásnyi tiszta energia. Készülnek és nagyon várják az új, hagyományosan induló tanévet a pécsi tankerület iskoláiban, ezt mondta az igazgató. Páva Péter beszámolt arról, hogy fertőtlenítő takarítást végeztek vagy végeznek még a héten a szeptember 1-i becsengetés előtt. A járványügyi protokoll ajánlásai alapján minden intézményben kerülik a tanulócsoportok keveredését, nagyobb zsúfoltság kialakulását. A pécsi tankerületben mintegy 17 000 tanuló kezdi meg a tanévet szeptembertől. Ismertető a koronavírusról, a fertőtlenítő kézmosás menetéről a hirdető falon a Pécsi János gimnáziumban. Az asztalon kézfertőtlenítő. A szakminisztérium járványügyi protokollja szerint kell előkészíteni az iskolát, illetve megszervezni az oktatási körülményeket. Több mint egy hete kaptuk meg ezt a protokollt, amiről tudni kell, hogy ajánlás. Egy csomó dolgot tartalmaz, és mindent az intézményvezető hatáskörébe utal, hogy a helyi sajátosságukhoz képest ítélje meg, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. És egy ilyen iskola, mint a Janus gimnázium, ahol járunk 600-an ilyen kis területre, bármennyire is látszik, hogy föl vannak festve a másfél méteres távolságok az érettségihez képest, a másfél méteres távolságot betartani nem lehet. Ezért úgy készülnek, hogy a diákok főleg a tanteremben fognak tartózkodni. A szünetekben kérik a maszkok viselését a tanulóktól, mondja az igazgató. Folyamatosan fertőtlenítik a tantermek kilincseit, illetve azokat a felületeket, amiket gyakran használnak, valamint a mellékhelyiségeket is óránként. Azonban felkészültek arra is, ha nem tartható a hagyományos oktatási rend. Készülünk arra, hogyha baj lenne, akkor digitális oktatásra térjünk át. Ez tavaly is elég gyorsan ment, ebben nagyot léptünk előre. Egy jó megszervezett rendszerünk van, tehát hogyha gond van, akkor az iskola egy része vagy teljes egészére pillanatok alatt át tud állni a digitális oktatásra. A pécsi tankerület vezetője azt mondja, az összes iskolájukban fertőtlenítő takarítást végeznek az évkezdés előtt. Felkészültek, hogy a tanévben készfertőtlenítőkkel várják a diákokat az intézményekben, illetve naponta többször felületfertőtlenítést végeznek a takarítók. A tankerületnek a létszáma az körülbelül 16-17 ezer diák között indul el a tanítás, 2600 tanár és pedagógiai asszisztens, és az iskolák teljes technikai létszámával együtt 3000 ember dolgozik a diákok érdekében az iskolákban, akik mind felkészültek, és úgy látom, hogy még egyszer mondva, nagy ambícióval és nagy lelkesedéssel készülnek. A fertőtlenítő szereket folyamatosan biztosítja a tankerület, amit az oktatási kormányzattól kapnak, de vannak saját készleteik is, mondja Páva Péter. Az iskolákban augusztus 31-én vagy szeptember 1-én tartják a tanévnyitókat, de ezt összekötik az előző tanév lezárásával, a járványügyi szabályok betartása mellett. Az idei évben 10%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest Baranya megyében. Az elmúlt 7 hónap alatt az ittas állapotban balesetet okozók száma is csökkent a tavalyi 40-ről 28 főre. Az ittas vezetők kiszűrésére a rendőrség a finn módszert alkalmazza.
Az emberek sietnek, kapkodnak, nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. Ez pedig sokszor balesethez vezet. Azonban jó hír, hogy 10%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma idén az év első 7 hónapjában Baranya megyében, mondta Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy. A balesetek egy része úgy következik be, hogy elveszítik uralmukat a járművők felett, kisodródnak ezek az úgynevezett magános balesetek, amikor fának, szalakorlátnak ütköznek. A másik része ennél súlyosabb, amikor áttérnek a szembejövő forgalmi sávba, és az ott szabályosan közlekedő járműnek ütköznek frontálisan. Az ittas vezető kiszűrése érdekében az úgynevezett finn módszeres ellenőrzéseket alkalmazza a Baranya megyei rendőrfőkapitányság, tette hozzá a rendőrőrnagy. Ennek lényege, hogy az előre kijelölt leállítási helyen több rendőr bevonásával pillanatok alatt elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteles ellenőrzését. Ha a járművezető az ellenőrzés során nem bizonyul ittasnak, úgy tovább haladhat. Ittaság esetén az érintetteket félreállítják, és velük szemben eljárást kezdeményeznek. Szinte minden ellenőrzés alkalmával találnak itt a sofőrt. Az ittasság a balesetnek soha nem az oka, hanem a közreható tényezője. Az ittas állapotban okozott balesetek száma is csökkent, a tavalyi 40-ről 28 főre. A halálos kimenetelű balesetek száma Baranya megyében 2-vel csökkent a tavalyihoz képest. A meghalt személyek száma pedig 2020-ban eddig 4-jel, 13-ról 9 főre csökkent. A rendőrség kérése a gépkocsival közlekedőkhöz: ne szágoldozzanak, vezessenek óvatosabban, lassabban, körültekintőben, hiszen mindenkit hazavárnak. Napelemparkot adtak át Vásárosdombón. A Tolna és Baranya megye határában fekvő, alig több mint 1000 fős kistelepülés 2020 nyarán új, 499 kW-pik teljesítményű naperőművel gazdagodott. Éves szinten a 2000 órát is meghaladja a napsütéses órák száma a környéken. A környező földeken már 2 napelempark termeli a kiapadhatatlan energiaforrásból táplálkozó áramot, és tervezik egy következő telepítését is. Ez a napelempark mintegy 25 évre biztosítja az áramellátást Vásárosdombón. A földterület, melyre a napkollektorok épültek, nem alkalmas mezőgazdasági termelésre, ezért a település most kihasználja a területet egy napelempark megvalósítására. Ez pedig bevételt jelent a falunak, mondja a település polgármestere Szabó László. Ez a park, amit most átadtunk, vagy ezenek a része, ez a fele teljesítményét a teljes falu energiaellátásának biztosítani tudná, ha teljes egészében ezt megkapnánk. Iparűzési szempontjából pedig egy olyan 500-600 ezer forint per éves bevételt jelent a falunak. Az 1600 négyzetméteres területen fél év alatt készült el a 250 milliós beruházású napelempark. Ez a park körülbelül, ha nem lenne napkövető, akkor olyan 150 háztartásnak a komplett éves energia szükségletét termeli meg, de mivel ez napkövető, ez plusz 25%, nagyjából 200 háztartást teljesen kiszolgál. 2018 és 2019 között 39%-kal nőtt a napelemparkok mennyisége, kapacitása. Ez a tendencia 2020-ban napjainkban is megmutatkozik. A Vásárosdombói beruházás országos viszonylatban középméretnél nagyobb napelemparkot jelent. Teljesítmény vonatkozásában pedig a nagyobbak közé tartozik, mondja Nagy Csaba, Baranya megyei országgyűlési képviselő. A helyi jelentősége pedig az, hogy túl azon, hogy ez egy környezetvédelmi beruházás, a helyi lakosságnak, illetve a településeknek helyi iparűzési adó vonatkozásában egy-egy ilyen ipari park méretű létesítmény közel 1,2 millió forintos helyi iparűzési adó emelkedést jelent egy évben. Az ilyen szerencsés adottságú környezetben kézenfekvő megoldás munkára fogja napenergiát. A környező földeken már 2 napelempark termeli a kiapadhatatlan energiaforrásból táplálkozó áramot, és tervezik egy következő telepítését is. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Hamarosan becsöngetnek az iskolákban, tanárhiány okozhat gondokat. Borturizmus 2020. Kihívás elé állítja a pincészeteket az idei év. Megemelt képviselői tiszteletdíjak Szekszárdon, a helyi városvédők elnöke szerint felháborító a jelenség. A se bonyhát kosaras megállapodás, összefogtak a tehetségekért.
Csütörtökön folytatódik a napos idő. Pár fokkal alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk, mint az elmúlt napokban. Csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!